Az elmúlt évek hagyományát őrizve idén is megrendezték januárban a Városi Jótékonysági Bált, ahol a résztvevők rendszerint összefognak egy közös cél érdekében. Több alkalommal is hátrányos, átlag alatti körülmények között érő gyerekek utaztatására, valamint az őket támogató civil szervezetekhez juttatták már el az adományokból befolyt összeget. A városban a jótékonyságnak, az adományozásnak, adakozásnak nagyon régmúltra nyúlnak vissza a hagyományai. Talán elég csak annyit megemlítenem, hogy a nagy evangélikus templomunk, a Vöröstéglás katolikus templom és a Jókai Színház is komoly arányban közadakozásból épült fel. Az akkori idők jómódú polgárai sokat segítettek abban, hogy ez a három mai napig látványos épületünk megépüljön. 2019-ben a Városi Jótékonysági Bál alapoz ezekre a hagyományokra, és azon túlmenően, hogy a résztvevők jól érzik magukat, azon túlmenően mindenki részt vesz az adományozásban. 2019-ben két idős ellátás biztosító intézményhez került fele-fele arányban a jótékonysági bál által befolyt 2,4 millió forint, amely egyben rekordösszegnek is számít. A Békés Csabai Életfa idősek otthonában 124 lakó éli mindennapjait, 48-an dolgoznak azért, hogy a megfelelő körülményeket biztosítani tudják számukra. Nagyon nagy segítség lesz ez számunkra, az intézmény közös helységeit, az aulánkat fogjuk légkondicionálni. Ez egy igen nagy 180 négyzetméteres helység, ahol a foglalkozásaink zajlanak, napközben itt gyűlnek össze a lakók, a rendezvények itt folynak le. Mint tudjuk, ugye időskorban nagyon fontos a hőháztartásra figyelni, ez meg fogja könnyíteni lakóink mindennapjait a forró nyári napokban. A másik kedvezményezett a Békés Csabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ volt, amely 13 telephelyet működtet egyszerre, és számos emberről gondoskodnak a mindennapokban alapszolgáltatás, valamint szakosított ellátás formájában. A befolyt támogatási összeget a nemrég megújult Kossuth utcai idősek klubja berendezésére fordítják majd. Tehát 30 férőhelyes a nappali ellátás, ahol idősek részére, illetve demens betegek részére is nyújtunk alapszolgáltatást. Szeretnénk az étkező helyiséget ezzel a jótékonysági elbevételével berendezni, illetve a társalgóba vásárolunk kényelmes székeket, asztalokat a foglalkoztatáshoz, különböző informatikai berendezéseket is szeretnénk vásárolni. Szeretnénk egy modern tévét vásárolni az ellátottak részére, illetve az különböző szórakoztató programokhoz hifi berendezést is szeretnénk vásárolni. A város a jövőben is folytatja a jótékonysági bál hagyományát, mellyel továbbra is segíteni kívánja a helyi szervezeteket.